Köszöntöm Önöket a Nyitott Ajtók magazin márciusi műsorában. Elsőként a Reményi Kiskola csendes napjára tekintünk vissza. A farsangi időszakban olyan bibliai történetekkel ismerkedhettek a gyermekek, melyben nagy étkezéseken keresztül fedezhették fel Isten közösségre hívását, azt a csodát, hogy Jézus Krisztus által velünk örül életünk minden pillanatában. Isten közösségre hív Jézus Krisztus által volt a központi témája az idei csendes napnak, mely közös imádsággal és énekléssel kezdődött az evangélikus templomban. Torma Hassa Mónika iskola lelkész e szavakkal indította útjára a gyerekeket. Azt kívánom nektek, hogy ezt tudjátok megtapasztalni, hogy az Isten velünk van, együtt örül, együtt ünnepel velünk, és szeretném, hogyha meghallanánk az ő szavát. Az áhítatot az iskolai énekkar örömének zárta. A nap során korosztályonként különböző történetek kerültek a gyerekek elé. Első-második osztályban a kánai menyegző történetét dolgozták fel a kicsik. Gömbös Katalina második B foglalkozását vezette. Azzal foglalkoztunk, hogy az Úristen meghívását elfogadjuk-e, és körüljártuk azokat a témákat, ahol a gyerekek életében előfordul egy menyegző, egy lakoma, tehát itt a nagy lakomára ugye hivatalosak vagyunk, hogy elfogadják-e, vagy kifogást keresnek, itt a saját életükből vettünk példákat, eljátszottuk, ilyen régi körjátékos gyermekjátékkal is eljátszottuk, énekeltük, mondták, hogy milyen meghívókat készítenek, megismerkedtek a történettel, utána azt elbáboztuk, eljátszottuk, miután elkészítettük, tettek egy bábút, egy kézbábút, egy menyasszonyt, és eljátszottuk, hogy kérjük ki, hogy fogadják a vendégeket, és utána elismételtük, hogy Jézus hogy változtatta a vizet borrá. Utána, hát egy játékkal, énekkel ezt lezártuk, utána készítettek igéslapot, arra rárajzolták, ami emlékezetes maradt a történetből, például a hat kőveder, és utána pedig készítettünk közösen egy gyümölcs salátát, ami érdekes volt, hogy a pászkát is megkóstolták, többen még nem ettek belőle, egy kis olvajjal, olívabogyóval ízesítettük, és nagyon ízlett nekik. Tehát érdekes volt, hogy sokan még nem találkoztak vele, és nagyon tetszett nekik, ez most újdonság volt. És utána a gyümölcssalátát megették. Elbeszélgettünk arról, hogy mit fogyasztottak Jézus életében, milyen gyümölcsöket, zöldségeket, milyen ételeket, milyen húst fogyaszthattak, és akkor elmondták a saját tapasztalataikat, és hogy ők ebből mit szeretnek, mi az, ami most új volt, megkóstolták, és majd ezután akkor ők is megpróbálják. Az elsősök nagy lakomát csaptak, és még a kánai menyegzőt is eljátszották. A harmadik, negyedik osztályban a nagy vacsora példázatát járták körül. Szerettem volna elkerülni, hogy a gyerekek egy olyan élménnyel menjenek haza a csendes napról, ami az evésről szól csupán, illetve a vacsorában kimerül. Szerettem volna inkább a példázat részére a hangsúlyt helyezni. A történetünket úgy kezdtük el feldolgozni legelőször, hogy megnéztük Leonardo da Vincinek a egyik milánói kolostorban megfestett alkotását, méghozzá az utolsó vacsoráról szóló alkotását, és erről beszélgettünk. Beszélgettünk az utolsó vacsoráról, beszélgettünk Jézusról, a tanítványokról, és minden, ami a gyerekeknek már az ismeretei között megvoltak. Ezután pedig felolvastam nekik a nagyvacsora történetét, feldolgoztuk, hogy kik mentek el a vacsorára, miért utasították vissza, milyen szempontokat lehet még itt figyelembe venni akkor, amikor egy ilyen meghívást elfogadunk vagy elutasítunk. Kifogásokat is kerestünk a gyerekekkel együtt, elhelyeztük ezt a példázatnak megfelelően egy mai történetbe, vagy egy mai közegbe, és mikor mindezzel készen voltunk, akkor egy rejtvény keretén belül a gyerekek megfejtették a napnak a témához kapcsolódó boldog mondását. Csoportokban különféle feladatokat végeztek, az egyik gyerekcsoport dramatizált, másik gyerekcsoport
meghívót készített, mint hogyha valaki egy nagy vacsorára meghívta volna őket, és a harmadik gyerekcsoport pedig befejezte magát a példázatot, ami igazából egy befejezetlen példázat, és alkottak hozzá egy befejezést, egy történetet. Az 5.-6. osztályosok Dániel történetén keresztül arról beszélgettek, hogy a kísértésekben hogyan tudnak helytállni, megállni Isten útján. A 7.-8. osztályosok pedig Eszter történetéről beszélgettek, és ennek kapcsán a bizonyságtétel és a hitvallás állt a középpontban. Próbáltunk arról beszélgetni, hogy ma a 21. században milyen olyan szituációk vannak az életünkben, amikor egy kicsit ki kell lépnünk a komfortzónánkból, azért, mert ki akarunk állni valami vagy valaki mellett, egy olyan gondolat, egy olyan ügy, egy olyan ember mellett, ami nekünk fontos. És erről próbáltunk beszélgetni, illetve az ételek kapcsán, hiszen Eszter könyvében is Eszter egy lakomát szervez, így az étkezés, a lakoma az előkerül ebben a történetben is. Kicsit így kortörténetileg próbáltunk rátekinteni az étkezésekre, a bibliai szokásokra, a lakomákra, az ételekre, hogy mit is ehettek, és milyen is lehetett az a helyzet, amikor összejöttek az emberek, és egy ilyen nagy lakomát csak. Úgyhogy ezzel indítottuk az alkalmunkat, hogy bibliai ételeket kóstolhattak a gyerekek, egy kicsit megbeszélgettük, hogy milyen szokások is kapcsolódtak ezekhez az étkezésekhez, és utána tértünk rá Eszter történetére, és ezekre a dolgokra, hogy beszélgessünk róla. Az intézményben évente 2-szer tartanak lelkinapot a gyerekeknek. Fontos, hogy a rohanó hétköznapok közben legyen idő a lelki feltöltődésre, főként legyen idő megállni és Istenre figyelni. Az egyházi iskolának tulajdonképpen az a jellegzetessége mindenütt Magyarországon, hogy évi 2-3 csendes napot tartanak. Nyilván ez egy lelki feltöltődés miatt alakul ki. Azért, hogy az áhítaton is próbáltam elmondani, hogy ennek az a nagyon jó, hogy valaki egyházi iskolába járhat, hogy a tudás megszerzése mellett az érzelmeivel is dolgozhat, az Isten jelenlétében is benne élhet, hogy megszólítatnak ezek a gyerekek, hogy próbáljuk őket ráterelni egy útra. És a csendes napnak éppen ez a mondani valója egy-egy csendes napnak, hogy játékos formában a kötetlen beszélgetések közepette tudjuk nekik megmutatni a kereszténységnek azt az oldalát, amivel el tudnak indulni, vagy meg tudják tapasztalni, hogy ez jó, hogy jó Jézus közösségébe tartozni, jó az ő közelében lenni. Egy csendes napnak én azt gondolom, ez lehet az első és legfontosabb átadni valója, hogy kicsit figyeljünk oda a mindennapok rohanásában az Isten jeleire, Jézus szavára. Rendhagyó néptáncórán vehettek részt a Reményi Kiskola tanulói. A Magyar Palatkai Cigányzenekari már második alkalommal látogatott el az intézménybe, s muzsikálták el vidékük legjellemzőbb ritmusait. Magyar Palatkai Cigányzenekar muzsikáját élvezhették nemrég a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola diákjai. Az erdélyi zenészek az Agóra és az Eltessek Szökős Néptánc Együttese által működtetett táncház sorozat vendégeiként érkeztek Vas megyébe. Emellett Tóth Bianka és Molnár Péter néptánc oktatóknak köszönhetően rendhagyó néptánc órán vehettek részt az intézmény tanulói. Ez egy Kolozsvárhoz közeli falu. Az erdélyi mezőségnek egy nagyon nevezetes települése, hiszen évtizedek óta ismeretesek azok a cigány bandák, azok a cigány muzsikusok, akik már komoly zenész dinasztiák tagjaiként váltak ismerté Erdélyben is, elsősorban a szűke pátriájukban, a saját falujuk mellett a környező településekre is nagyon szívesen hívták őket muzsikálni, amíg a hagyományos táncalkalmak működtek, de még a manapság is akad olyan lagzi, olyan bál, ahol ők muzsikálnak, és nem feltétlenül az elektromos zenét igényli a falvaknak a bizonyos része.
Aztán a magyarországi táncházmozgalomban is nagyon népszerű lett ez a banda, hiszen az egyik utolsó olyan zenekar, akik teljes felállásban léteznek a mai napig. 2-3 ilyen banda létezik még Erdélyben, és hát elég gyakran járnak éppen ezért Magyarországon is, Budapesten, a Fonóban, táncház találkozón, egyéb eseményeken. Most is sikerült őket elhívnunk ide Szombathelyre, Reményi Kiskolába bemutatkoztak, illetve a Bobai tagintézményünkben. A felállásuk az egy hagyományos vonós bandát követ azért annyi specialitással, hogy az Erdély, Közép-Erdélyből ismert három húros kontra brácsa, az itt nagyon erőteljes funkciót tölt be a zenekarba, hiszen ennek a zenének a ritmus, a lüktetés az egy nagyon erőteljes vetülete, tehát sokkal kevésbé a harmóniákat hozza például a brácsás a hangszeréből, fontosabb az, hogy milyen ritmust játszik, és arra jól lehessen táncolni. Úgyhogy a Prímás mellett két brácsás alkotja a zenekart, és természetesen a Bőgős nagyon fontos tagja, ő adja az alapot. Prímásunk, Kodoba Florinő egy komoly zenész családnak a most már nem a legifjabb tagja, hiszen 12-3 esztendős fia is kezd most már az idősebbek nyomdokaiba lépni, de az ő édesapja, nagybátyja is nagyon neves zenészek voltak. Aztán a Mácsingó familiából van itt még zenész, és a többiek is hasonló híres palackai zenész családoknak a sarjai. Attól vált nagyon érdekessé a folkloristák számára ez a vidék, hogy nagyon régies kultúrát őrzött meg. Ez Erdélynek egy olyan szeglete, amit a városiasodás, az újabb stílusú kultúrának az újabb stílusú áramlatai kevésbé érintettek meg. Egy vidékies, egy régies életmódot folytató lakosságot tudhat magáénak mezőség. És éppen ezért olyan dallamok, olyan tánc típusok maradtak itt meg, amelyeket esetleg a divat a szomszédos Kalotaszegen vagy a székely vidékeken a tömbben élő magyarságnál lecserélt, és egyszerűen az idő meghaladta ezeket a régies táncokat, úgyhogy ettől nagyon érdekes és izgalmas az ő kultúrájuk. Míg a banda húzta a talpalávalót, Tóth Bianka és Molnár Péter hagyományos táncokat mutattak be a gyerekeknek. Mi ennek a vidéknek a magyar táncait mutattuk meg nekik, de azért azt érdemes elmondani a mezőségnek erről a részéről, hogy ahol évszázados együttélésben lakják magyarok, románok, cigányok ezeket a falvakat, ott azért a táncbéli kölcsönhatása, a zenei kölcsönhatások nagyon erőteljesen működtek. Tehát alapvetően egy táncosról nem biztos, hogy meg lehetne mondani, hogy román vagy magyar az a tánc, amit táncol. Néhány specialitás azért létezik. Itt hallhattunk olyan lassú román páros tánc muzsikát is, amit kifejezetten a románok használtak nagyon régies, aszimmetrikus lüktetésben. Mi inkább a magyar páros táncokkal, illetve néhány férfi tánccal hoztunk egy kis kedvet ide a fiatalságnak. Az iskola tanulói alsó tagozaton testnevelés órák keretében tanulhatnak néptáncot, így bátran kapcsolódtak be az éneklésbe. Jöjjetek, mert már minden készen van. Ez volt az alapigéje az idei ökumenikus világima napnak, melynek szombathelyi alkalmát március 6-án tartottuk. Judit Andrejek, Szlovéniában élő evangélikus lelkésznő végezte az ige hirdetés szolgálatát. Országszerte több száz település csatlakozik évről évre az ökumenikus világima naphoz, melyen minden évben más-más országgal ismerkedhetnek meg a hívek. Ezen a napon a világ keresztényei ima közösségben fonódnak össze, hogy imádságban hordozzák az adott ország népét. Ezúttal Szlovénia állította össze az ima nap tematikáját. Szombathelyen különleges alkalom volt ez idei. Annyiban volt más az idei évi világima nap, hogy most az ország, akik előkészítették az ima napi anyagot, a vendégeink tudtak lenni, hiszen Szlovéniáról beszélünk, közel van hozzánk Szombathelyhez a Mura vidék, ahonnan érkezett hozzánk Judit Andrejek lelkésznő, aki egyébként magyar származású, de kint él a férjével, aki szintén lelkész, és ott látják el a lelkészi szolgálatot különböző
különböző gyülekezetekben, és van egy együttesük, egy dicsőítő zenekar, akikből három tag szintén el tudott jönni hozzánk, és velük együtt tudtunk szlovén énekeket is tanulni az idei imanap alkalmából. A szlovén lelkésznő Lukács evangéliuma alapján hirdette Isten igéjét, mely, mint mondta, Szlovéniára nagyon jellemző ige. Jöjjetek ki, mert mindenkész, hát ugyebár ez egy vendégségbe hívó, és hát az szlovénoknak a mindene a vendégeskedés, még a legkisebb, úgy fogalmaztam a prédikációmban, vagy az ország ismertetőben, hogy egy kilincsavatásra is biztos, hogy valamit sütnek, főznek, és mindenből felhajtás van, szülinapokból természetesen, meg minden gyülekezeti alkalomból. Szeretik ezt a vendégeskedést, tényleg látogatóba se lehet úgy menni, hogy na sziasztok, beugrottunk, mi újság, hanem rögtön már sonkát vágnak, és fröccsöt kap az ember, meg kávét főznek. Persze, hogy ez egyfajta óriási nyitottság és szeretet az emberek felé, más emberek felé, a vendégek felé, de hát ugyanott meg elveszi az időt az, hogy mindig csak ez a készülődés. És olyan jó üzenete ez az Istennek, hogy gyertek, minden kész, most semmi mással nem kell foglalkoznotok, csak az igével, azzal, hogy én szeretlek titeket, és azt akarom, hogy elgyertek, és örök életetek legyen, és hozzám tartozzatok. És ezért is csodálatos üzenete ez a mai napnak. A lelkésznő tanulmányainak befejezése óta él és szolgál a szomszédos országban. Szerelem repített ki, hogyha mondhatom így, a teológiai éveim alatt találkoztam akkor még csak jelölt férj jelöltemmel, Mityával, és házasságkötésünk után kiköltöztünk Szlovéniába, mert a szlovéniai egyháznak szüksége volt magyar és szlovén nyelvű lelkészre, és ő vállalta el, hogy megtanulja a nyelvet, és aztán visszatér az országba, és akkor így jöttem én is vele. Én egyébként főállásban még magyar éneket tanítok a két nyelvű óvodákban, és emellett végzem a lelkészi szolgálatot az egyik két nyelvű gyülekezetben, és két másik gyülekezetben is, amik szlovén nyelvűek. Úgyhogy Szlovénia elég pici ország, de minden megtalálható benne, ezért is nagyon szép és szuper. 2 millió ember lakik ott, ennek 1% protestáns, ami kevésnek hangzik, de egyébként százalékos arányaiban elég aktívak az emberek. Ha most a mi gyülekezetünket nézzük, az 2000 fős, a muraszombai gyülekezet, ebből azért 200-300 ember mindig jön vasárnaponként, ami egy 10%-ot jelent, ami azért azt gondolom, hogy elég jó, de hát mindig a szolgálatra próbálunk összpontosítani. És az evangélikusok nagy része az itt a Muravidéken található, ahonnan mi is jöttünk, de valóban az adottsága az országnak azok gyönyörűek, a kirándulni is lehet, mi is nagyon sokszor a gyülekezettel is, családdal is az országon belül szoktunk maradni, mert rengeteg olyan kincs van, amit még felfedezésre vár. Idén is a gyülekezet számos tagja vett részt az imanap előkészületeiben. A nőegylet tagjai az idei esztendőben is ételekkel készültek, és most talán könnyebb dolguk is volt, mint az előző években, hiszen nem egy egzotikus ország ételeit kellett elkészíteni, hanem talán számunkra is ismertebb ételek, mint hajdinakása, fánk, prósza, kukoricaprósza volt a menü, illetve még többféle ételt is készítettek, és a szlovén vendégek pedig radenszka ásványvizet hoztak számunkra, amit szintén meg tudtunk kóstolni. És nem csak a nőegylet segítette az imanapnak a megvalósulását, hanem a gyülekezeti tagokból hölgyek, a Reményik iskola tanári karából tanítónők, tanárok szokásunkhoz híven részt vettek a liturgiában, és így közösen tudtunk imádkozni az idei év alkalmából is. A továbbiakban rövid híreket hallhatnak gyülekezetünk életéből. A Szamárfül projekt ezúttal a Téli Messég című előadásával látogatott el Szombathelyre, és hozott két mesét a Reményik iskola alsósai számára. Az egyik a Holle anyó, kinek történetét a lusta lány szájából hallhatták a gyerekek. A mese közben megelevenedett az ágy, és benne a párnák, a lepedők, a takarók új életre keltek, s a végére a lusta lány is nagy változáson ment keresztül. Az előadás második meséje egy kortárs mű volt, az elfelejtett lények boltja. A történet főszereplője az utolsó karácsonyi angyal Ariella volt, aki véletlenül megtalálta a nagyvárosban az elfelejtett lények boltját, benne sok különleges lénnyel. A gyerekek vastapssal jutalmazták az előadásokat. A
A Reményik Iskola és a Klapka György Lovaspolgárőr és Hagyományőrző Egyesület idén is megszervezte március 15-én a Vasiskanzenben sok más szervezet közreműködésével a huszártoborzó rendezvényét. Több százan látogattak el az ünnepen a Falu Múzeumba, hogy részt vegyenek a családi programon. A gyerekek a huszártáborban ismerkedhettek a huszárok életével, fegyvereivel, a tábori kórház eszközeivel és feladataival, emellett játékos feladatokban próbálhatták ki ügyességüket. Lövészet, lovaglás, éneklés és kardforgatás is volt a feladatok között. Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke és Puskás Tivadar polgármester több száz kis huszárt avatott fel, akik segítették a lovasokat a Labanc elleni küzdelemben, így idén is sikerült kiűzni az ellenséget a múzeum faluból. Gömbös Katalin hitoktató volt a vendég március 21-én a Túróci otthonban. Megkezdődött az ünnepi készülődés. Katalin régóta készít nemez tárgyakat, szívesen mutatja meg ezt a technikát másoknak is. Ezúttal a Túróci otthon idős lakóival készítettek húsvéti tojásokat színes gyapjúból. A kitartó munka meghozta gyümölcsét, szebbnél szebb hímes tojások születtek a foglalkozás végére. Az evangélikus gyülekezet idén két időpontban szervezi meg az élménytáborát. Júliusban és augusztusban is várják az iskoláskorú gyermekek jelentkezését. A júliusi tábor helyszíne Szombathelyen, az augusztusié Nemeskoltán lesz, ahová a kiutásban is segítenek. A táborok napközis jellegűek, 10 órait, ebédet és uzsonnát is tartalmazzák. További részleteket és jelentkezéssel kapcsolatos információkat olvashatnak az egyházközség honlapján. János evangéliumában a 14. fejezet 27. versében ezt olvassuk. Békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen, ezt mondja Jézus. A búcsúzó Jézus szavai nyugtalan feszültséget keltettek a tanítványok lelkében. Jézus szokatlan nyíltsággal jelenti ki magát a tanítványoknak, és arról beszél, hogy ő az atyában lakik, és az atya is ő benne, illetve hogy az atyától jön, és most az atyához is megy vissza. Talán el tudjuk képzelni, hogy micsoda értetlenséget, micsoda zavart, békétlenséget okoztak Jézusnak a szavai. Jól lehet, nem is értettek belőle sok mindent, csak annyit, hogy a mester, akire felnéznek, aki oly sokáig mellettük volt, aki útmutatást adott az életük folyásában, el fog távozni közülük, és nem lesz már velük. Bizonyára rajtunk is elhatalmasodott már az a kétségbeejtő érzés, amikor valaki, akire számíthattunk, akire támaszkodhattunk, aki az iránymutatást adja az életünkben, valamiért éppen nincsen jelen. Az elhagyottság, a félelem, a kétségbeesés, az aggódás lehet urrá a lelkeken, hiszen tudjuk, érezzük, hogy nincs, aki vigyázzon ránk, nincs, aki megmutassa a helyes utat. Talán így érezhették magukat a tanítványok is. Hiszen miután találkoztak Jézussal, teljesen megváltozott az életük. Az egyszerű, kétkezi munkás halász emberből a találkozás után emberhalász lett. A kizsákmányoló, bűnös vámszedő, aki kicsalta az emberektől a pénzüket, a találkozás után a vagyonát odaadta a szegényeknek. A szomorkodókat megvidámította, a betegeket meggyógyította, a halottakat feltámasztotta. Most pedig arról beszél Jézus a tanítványoknak, hogy lesz idő, amikor már nem lesz velük. Nyomasztó kérdések és kételyek sokasága törhetett fel a tanítványokban. Mi lesz, ha már ő nem lesz velünk? Hogyan is boldogulhatnánk nélküle? Ezekre az aggasztó, szívet szorongató, békétlenséget keltő, talán ki sem mondott kérdésekre válaszolja Jézus, hogy bizony, én mindig veletek leszek. A Szent Lelket, a pártfogót küldöm hozzátok, aki minden napon ott lesz veletek. Nem kell nyugtalankodnotok, mert a Szent Lelken keresztül én mindig veletek leszek.
és ehhez az ígérethez teszi hozzá azt a mondatot, amelyet a jánosi szakaszból olvastam: békességet hagyok nektek, az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen. Békességet hagyok nektek, ígéri Jézus, hiszen ki ne vágyna a békességre. Békességre a családban, a házas életben, békességre a munkahelyen, a kollégák között, békességre a baráti kapcsolatokban, és békességre a harcoktól és háborúktól forrongó világban. Jézus békességet ígér a tanítványoknak, és rajtuk keresztül békességet ígér nekünk is. A békesség szó héber megfelelője alatt az emberek a boldogulást értették. Ezzel a szóval szoktak a Biblia korabeli emberek köszönni egymásnak találkozáskor vagy elbúcsúzáskor, kifejezve ezzel jó kívánságukat a másik fél számára. De Jézus békessége más. Ennek a békességnek az értéke sokkal nagyobb annál, mint amit a világ adni tud. Az ő békessége nem csak egy kiüresedett jókívánság csupán, amit az emberek sokszor csak megszokott, gépies elköszönéskor használnak, hanem az ő békességének bizony meg lesz a hatása is. És hogy mitől más ez a békesség, mint a világ békéje? Attól, hogy ez a béke annak a gyümölcse, hogy Jézus szabadon igent mondott az Atya akaratára, amely most már egyedül meghatározó az ő számára. Ezáltal uralkodik benne a béke, és most ezt a békét hagyja a tanítványokra is. És azok részesülhetnek ebben a békességben, akik hittel részesülnek Krisztusból, mert az ilyen emberekben helyreáll az Isten és az ember közötti helyes kapcsolat. A bőti időszakban tekintetünket egyre inkább Krisztus kereszthalálára és feltámadására irányítjuk. Arra a szolgálatra, melyet Jézus tett értünk. Igyekezzünk elnyerni Krisztus békességét. Azt a békességet, amelyből ha részesülünk, akkor minden kudarc, minden nyugtalanság vagy kételkedés ellenére békére lelhetünk a lelkünkben. Békességet hagyok nektek. Az én békességemet adom nektek, de nem úgy adom nektek, ahogyan a világ adja. Ne nyugtalankodjék a ti szívetek, ne is csüggedjen, ezt mondja Jézus. Így legyen. Amen.